Nyolcadik fáj. Megjelenése mindenkit megzavart. Az anya bálványá lett és elfordult, az apa lesütötte fejét, Zsuzsika dermet volt, csak Andris pattogtatta tovább az orosz nótát. Jóska megérezte a levegőt, mentegetőzni kezdett. Hajnalban értem jött Jóna uram, ki kellett véle menni a tanyára, csak most jöttem be. Ebben leült Zsuzsikához ugyanarra a székre, úgy, ahogy szokott. Fagyos csend volt. Még Andris is elhallgatott, s búsult. Milyen tanyára? kérdezte élesen az öregasszony, aki a súton ült hátul. Jóska az éles hangra megzavarodott. Már rá is ragadt a hangulat. Nyersen mondta, marótiék. Erre mindenki ránézett, még Zsuzsika is olyan mozdulatot tett, mintha ragályos beteg volna, akitől menekülni kell. Hát mégis igaz. Az öreg asszony felállt, s előre rontott a szoba közepéig. Hát, darabos úr, azt akarom mondani, hogy tudom én, hogy maga a maróti tanyán jár, de az nekünk semmi, darabos úr. A mi jányunk szegény jány, szegény emberhe való, nem akarjuk, hogy aztán a maga szülei lenézzék. Jóska sápat lett, felállott, várt, senki se jött segítségére. Rápillantott az öreg hitves pára, aki konokul pipázott, Andrisra, aki hallotta is, meg nem is, a maga bánatától, Zsuzsikára, aki fejét lesütve ült a szék sarkán. Megfordult vele a világ, felemelte az öklét, szerette volna magát vagy mást főbe ütni. De csak ennyit mondott regetten. Hát akkor Isten áldja meg, néném asszony. Az öreg asszony nagyon gyorsan így szólt, Isten áldja meg, darabos úr. És Juska elment, mint a leforrázott tebb. A cigányok nagy szemet mereztettek, s rákezték a rákóci marsot. Az Isten pofozza meg, valahun egy vénasszony van a világon, káromkodott Jóska csúnya debreceni nyelvével. Nem elég nekem a magam anyjával, nagyanyjával harcolni, hiszen ha hazamegyek, ahó képest még a pokol is mennyország. De meg még a más anyja is néke mugrik, mint a tigris. Felismerte a rákúci marsot, amit lakodalom bál végén szoktak húzni. Kimuzsikált a tengem, egész világ csúfjára, egész Debrecen már csak én rajtam fog röhögni. Rettenetesen dühös volt, gyűlölte még az emlékét is ennek az egész ismerettségnek. Az arca égett, a szeme könnyes volt, borzasztóan szerette volna dühét kitölteni valakin, utóvégre mégse puja, akivel így lehessen elbánni de nem látod más ellenséget, csak a híres vén taigást, kállai uramat, aki elakadt a homokon, és iszonytatóan verten nagy sován egyetlen lovát az éjszakában. Minek bántja kend azt a szegény jószágot? Kállai uram megállott, ránézett, egyet szusszantott. Mit sajnálod, hé, mondta, úgy is lehúzzák róla hónap után a frakkot. Avval újra elkezdte a lóbiztatását. Gyí, a bűr esen le rullad pihentetem már, avval hagyta egy kicsit lihegni a szegény párát. Jóska nézte egy darabig, akkor azt mondta. Gyűjjük csak, emeljük ki neki a taigát. Fogta a kapát, kezébe nyomta az öregnek, ő is egy rudat vet, s neki vetették vállukat a kerekeknek. Azok lassan engedtek, engedtek, s egy kis dombocskára zökkentek. Gyí ordította el magát a taigás, és a ló megindult a nehéz teherrel a homokos úton. Majd még minesztrán sokat tartok néki ezután. Az írló nem pap, hogy húzzik. Jóska azonban valami jó érzést, egy kis melegséget érzett a szíve Mennyit marják, bántják őt az asszonyok, pedig hát emberű, nem állat, hogy így szánkázzanak rajta. De ha ő jó ember, akkor miért nem hiszik el? Ha ő jót akar, miért nem nyugszanak bele? Mit akartak ezek itt ő Hát egy szegény lány, akinek a világon semmie sincs, apjával, anyjával együtt nem ér meg egy, szóval vagyontalan semmitlen, akkor mit követelődznek? Azt hiszik, ő olyan szerelmes, hogy már most legényfővel hagyja, hogy azt tegyék vele, amit akarnak. Be akarják fogni, mint kállai uram a lovat, és ahelyett, hogy meghallgatnák, megbeszélnék csak ostorral, lőccsel. Hát lehet ez? Ez a házasság? Azért megy ki az ember egyik családból, hogy a másikban még nagyobb szolgaságba jusson. De hiszen ha a saját szüleinek valamit az ember eltűr is, eltűrje a más szüleinek, még ha az a másik a szerelmese is. Égett a szeme, a halántéka, s csak ment, ment előre, maga sem tudja merre, hova. Nem jól van ez, nem neki való lány ez, nagyon kevés, nagyon kegyetlen. Nagyon tudja, hogy szép, nagyon könnyen tud férfival szóba állani, Nagyon öltözik, nagyon megnézeti magát. Világ cifrájának való, nem hűséges feleségnek, Emberek szemefényének, nem szegénylegény boldog kis életpárjának. Mindig harag, ahányszor csak találkoznak, ahányszor együtt vannak. Mindig el kell romolni a kedvnek. Sose érzi azt a jóságos, szelíd boldogságot, Hogy a lány keresi a kedvét, örömét, Hogy csak vele akar gondolkozni, Csak ő neki akar cselekedni. Égjen meg, hamuvá! Feleségnek való az, aki ilyet mond. Ilyen büszkeség, ahelyett, Hogy rémülten rohanna a szívére, Ha veszedelem fenyegeti a választott párját. Mit akar ez? Legyőzni őt és a szekere elé fogni? Hát nagyon téved, ha azt hiszi. Van még férfi büszkeség is a világon. Kap ő más lányt is, gazdagot, tanyásot, akinek nem egy malaca van, de szekere, lova, micsoda bogja, szénák az udvaron, két tehén az olba, hízó, pulyka, liba, kacsa, minden. És olyan csendes, mosolygós, olyan uras, mint egy ténsasszony. Lehetett látni, hogy mindjárt megtetszett neki. Maróti lány, nagy família. Mindig azt mondta az ő apja, hogy egy legénynek sose szabad elveszteni a büszkeségét, míg a férfiasságát el nem vesztette. Nohát. S eszébe jutott. Egyszer ez a szóváltás volt köztük. Nagyon szép vagy. A lány lesütötte fejét. Igen, hallottam valamit, nem mondom meg, mert elbíznád magad. Azt mondták, nem rendes dolog, Világ szíp vagy. Azt én úgy is tudom, mondta akkor a lány. Ő hallgatott. Most felelt rá magában. No, ha tudod, legyen tiéd a világ. Én nem leszek. Fél át futott a homokos utcákon, míg annyira lecsillapodott, hogy hazamenésre gondolt. A lába úgy indult, hogy hitveség felé menjen haza, de észrevette és fordított a gyeplőn. Nem úgy lesz az, ahogy hitve Zsuzsika gondolja. Evel fütyörészve hazament. Otthon szokás szerint nyitva volt minden ajtó. Minek zárnak be az ajtót éjszakára szegény emberek, ugyan mit lophatnának el tőlük? Még megkereste a fazék borsót, s örült, hogy talált benne. Ezt az ő jó édesanyja mentette meg neki. Evett és lefeküdt helyére. Nyersen fölkacagott, s azt mondta. No, készen vagyunk, lúlőcs, taigat, zakpak.” Ellenben Zsuzsika nem tudta, mi történik vele. Olyan rettenetes kétségbeesés vett erőt rajta, csak vergődött, csak vert a kis szíve, mint a fogjul esett madári. Nem tudta tisztán, mi történt itt, oly gyorsan folyt le, ki se beszélték magukat a népek, az anyja csak sértegetett, Jóska meg csak elment. Azt nem is vette észre, hogy még a cigányok is beleavatkoztak. Hol fehér volt, hol piros, szédült és ájult és takarta. Mutatni sem merte, kezdett ágyazni. Még jó, hogy a kisöccse Ferenc nincs itthon, nincs, aki hírét hordja. Soha se tudta, hogy lett ennek az estének vége, csak akkor ébredt eszméletre, mikor sötét volt a szobában, s mindenki aludt. Ő nem, ő nem tudott aludni. Őt nem hagyta az akatoló szíve. Csak azon törte a fejét, Jóska bevallotta, hogy már mást szeret, a Maróti tanyán volt, a maróti jányt szereti, elcsábították tőle. Zuhant, zuhant vele lefelé az ágy rettentő mélységbe. Ha elszundított is egy pillanatra, már a másikban felriadt, iszonyú rémülettel az új zuhanásra. Az Isten, az Isten ója, az Isten verje meg, aki elvette tőle az ő jóskáját. Az egész éjszaka ilyen gondolattalanul, ilyen szörnyű állapotban telt el reggel felé valami rémületest álmodott, Jóskát látta darabokba vágva, és őszedegette össze kötényébe a darabjait, mint a feldarabolt sütőtököt, hogy egy morzsikája, egy magja se vesszen el, és írtózott, szörnyett a vértől, és mégis muszáj volt. Mintha így meg tudta volna menteni, neki az lett volna a kötelességes, közben folyton muzsikát hallott, fekete ördögök a rákoci marsot húzták, és vigyorogtak a szemébe, s az anyja kergette nem nem hagyta, rettenetes volt, ki akarta szúrni kötényéből az összeszedett csontokat. Valahogy mégis fölébredt, s így megmenekült a borzasztó érzéstől. De alig, hogy emberré érezte magát, szörnyen izzadt, csupa volt a teste a takaró alatt, már rá is eszmélt a szörnyű valóságra, a minden álomnál iszonyúbb igazságra, érezte, hogy nem látja többet az ő jóskáját. Erre halottá vált minden teste karja, lába jéghideg lett. Más fogja ölelni, más fogja szeretni, más fogja más lány egy megesett marúti lány az ágyába venni. Míg lélegzeni sem tudott, csak pihegett a sötét szobában, az ablakon már derengett egy kis fény, bár megnevirrat volna. Soha. Jaj, de ebben hiában bízott, a nap nem törődik a szívek kívánságával, könyörtelenül közeledett valahol csengő, pengős lován, szikrázó lámpással bevilágítva minden zugba a földön és a lelkek sötétségében. Mozogni kezdtek a szülők, Anyja már fölkelt, mezít láb tüzet gyújtott a tüzelőben, bár fázna fel és halna meg, apja is kinyújtotta a lábát a dunyha alól, áll a favágó bak fűrészlábja valahol egy urasági udvarban, s már roppan, pattan az eresztékje, húzza, várja. Csak a bátya horkolt nyugodtan, sok bort bevett tegnap, nyomja. De az is felébredt, s rögtön megszólalt. Parád és kocsisnak hítak gyarmati nevű urasághó. Ma beszegődök, de csak kis időre. Megkezdődött az élet mindenkinek, csak az övé volt halál. Soha nem látta többet Jóskát, mintha meghalt volna, mintha soha nem is élt volna. Milyen nagy város ez a Debrecen, csak azok látják egymást, akik szeretik egymást. Bezeg eddig nem volt óra, nem volt perc, hogy ne tudtak volna egyik a másikáról. Ha dolga nem volt, mindig nála ült, de ha munkába ment is, az volt az első dolga, hogy reggel beszólott. Tudta, kinél van, mit csinál, hol fárad, tudta, mikor jön, várta már a szíve előre nevetett, ha közeledett az érkezés perce. Ilyen buta, ilyen buta legyen egy legény, hát szabad egy férfinak otthagyni egy lányt, hogy az anyja megsértette egy szóval egyetlen egy szóval. Hát a mi lányunk szegény lány, szegény emberhez való, nem akarjuk, hogy a maga szülei lenézzék. Hát mivel van neki többje? Még tetője sincs több, mint nekünk, merenged Zsuzsika. Nekem van két malacom, és milyen szépek, olyan elevenek, mint a gyík, neki meg egy rossz kis bornyúja. De hiába a tűnődés, hiába a fejtörés, szívgyötrés, avval nem lesz meg, ami elveszett. Zsuzsika úgy leolvadt, csak a csontja bőre maradt, a szeme karikás lett, az arca sárga, a karján löttyett a bőr, az egész lány oda volt. Stelt egyik hét a másik után, s egyszer csak azt hallja, azt a hírt, hogy a Jóska házasodik, elveszi a megesett hadiözvegyet a maróti lányt a tanyával. Na, vegyél el őtet meg az Isten, mondta Zsuzsika, és rakja meg az egész arcát, nyakát, darásfészek kilisse, én többet nem gondolok rá, rá se tudnék nézni. De mikor ezt mondta, akkor is reszketett, s egyik ájulásból a másikba esett. Egyik percben azt mondta, soha nem is kellene neki másikban, hogy a világ minden kincsért le nem mondana róla. De azért, ha te így én is úgy. Szinte örült, hogy Andris bátyának most olyan mulatos kedve van, minduntalan hozta a cigányokat, bort, az apjuknak is inni kellett, ami ellen uraskodó hitves pár nem tiltakozott. Barátokat is hozott, hol ezt, hol azt, és Zsuzsika próbálgatta, vigadni akart, de mihelyt komoly szó lett, rá se tudott nézni egyre sem, és olyan csípős volt, mint a csalán, mindenkit maga ellen bőszített. Az volt a baj, hogy nem volt neki senkie, akivel kibeszélje magát szívéből a bajt. Ha lett volna neki egy jó lánytestvére, mondjuk egy vén lány, akivel megoszthatta volna örömét, bánatát, minden titkát, akkor könnyebb lett volna megszabadulni a rettenetes fájdalmaktól. Az megvédte, megvigasztalta volna. Már azzal, hogy kihallgatja, megkönnyebbíti, mert ki kell mondani a szívből a szót, különben megfúl az ember. Midász a nádasnak mesélt, de Zsuzsika nem volt ilyen okos, még az öreg disznót is elhagyta, már annak sem zserált, semmihez sem nyúlt, csak hever, dologtalan, minek akármit is kezdeni, mikor az egész élet semmit sem ér. Egyszer aztán Andris azzal jött haza, hogy ő is házasodik. Nagy volt a rémület és a csodálkozás. Kit? kérdezték félve, mert rettegtek a szülők, hogy a koldus darázs ijányt. Még fellélegzettek, mikor valami másat mondott. De hamar kisült, hogy ez is csak olyan dolog, hogy szegénynek nem szolgál a szerencse, valami Isten adta szegény ember hetedik gyereke volt, dada, száraz dada vagy peszra volt, és az úton ismerkedtek össze, a nagy erdei fasorban a lánya csipkés kiskocsit tolta, Andris meg trágyát vitt szekéren a szőlőbe. Hát volt méreg, volt bánat, de Andrissal nem lehetett játszani. Nagykorú volt, s csak akkor szólt a dologról, mikor már egyszer ki is hirdették őket a templomban. Két hét pedig kis idő arra, hogy jól el lehessen rontani a házasságot, mert Andris megtette, hogy az első héten haza se jött, ott hát a lovakkal az uraság istálójában, felőle sírhatott itthon az anyja. Zsuzsika is erőre kapott a bátya erejétől, s most először ment el hosszú idő óta a mérnökékhez. Ott sem érezte magát úgy, mint régen. Az is bántotta, hogy mindenkinek szemet szúra soványsága, nagyon szégyelte magát érte. Az úr is, mikor megjött, rá se nézett, nem is szólt neki, biztosan utálja, hogy ilyen csúnya sovány. De a nagyságos asszony szép, gyönyörű szép, szebb, mint valaha. Nagy, kövér, remek. Sokat búsulsz, fiacskám? kérdezte tőle. Nem. Ne is. Én nem is. Egy férfiért sem érdemes. Nem. Egyért sem. Mind az egész világot kívánja. Zusika megremegett. Mind. Mind, fiam, mind. Ha úgy szerette is, hogy halt utána, egy idő múlva úgy megunja, hogy hal, ha látja. Zsuzsika nem mert szólnia, olyan bánat volt a szép asszony hangjában, érezte a szívéből jön. És érezte, hogy valami közös sors, közös nyomorúság fűzi össze az asszonyokat. Jobb előbb kiábrándulni, mint utóbb, mikor még lehet segíteni. Zsuzsika lehajtotta a fejét, s a cipőjét nézte, hogy senki se nézhessen az arcába, a könnyes szemébe. Mindegy az, kicsikém, akár ahhoz megy az ember, akit szeret, akár ahhoz, akit nem szeret. Minden szeretetnek vége van egyszer úgy is. És akkor csak nagyobb a bánat, ha abból ábrándulunk ki, akit szerettünk, mint abból, akit úgyse szerettünk. A mérnök úr jött be. Nézte a kislányt, aki ott kuporgott a felesége lábánál. Mikor lesz az esküvő, Zsuzsika? Soha napján. No, no, hol a vőlegény? Aratáskor a jég alá esett. Azért a nyelve még megvolt, tudott felelgetni. Kár és erősen nézett Zsuzsikára, aztán elhallgatott. Akkor a mérnökni kiment a szobából, és ők magukban maradtak. A kislány állott, elfordította a fejét, és szédülni kezdett. Már megint az az izgalom, az a kellemetlen hőség. Istenem, mi ez? A férfiak állanak, előrevetik a fejüket, és néznek. És mit gondolnak? Mit gondolnak, hogy attól úgy megpirosodik egy lány orcája, mintha szégyen érte volna? A mérnök úr szivarzott, mint mindig. A szivarral tele volt a szája, vastag ajka körüldagadt a szivaron, mint mikor a fa kövéren beforja a sebet. És ugyika egy villanásra ránézett. – Mírkár? – kérdezte. – Miért? mert most szerencséje lehetett volna. Úgy szólt a mérnök, oly csalogatóan, hitegetően, mint aki jót akar. De a szeme mást mond, a szeme farkas szem, rágó, vérszívó, kegyetlen, véres. Felvettem volna a vasúthoz. Zsuzsika elalélt. A vasúthoz. Igen. Minek a vasúthoz? Állásba, örökös állás. Nem kellett volna neki soha többet napszámba járni. Lett volna neki rendes fizetése. Minden hónap elsején fix fizetés. Télen-nyáron egyaránt. Zsuzsika szeme könnyes lett. A buta, a buta, mondogatta. Lett volna neki nagy prémes bundája, sapkája, ha a vizsgát leteszi rangja. S a mérnök úgy nézett, úgy susogott, mintha titkos szavakat súgott volna a lány fülébe. Még lakást is tudtam volna adni. Lakást! Megüresedik a kisebbi kertészház, nálam a szőlőbe. Még dolgozni se kell érte, csak épp virágokat. Ide kellene neked bejárni az udvarba, hogy a virágokat gondozd. Könnyű munka, szép munka. Szereted a virágokat? Igen. És Zsuzsika lehúnyta a szemét. A mérnök egyre halkabban, s mondja. Akkor te jó kislány vagy. Mír, ha szereted a virágot. Miért maga is szereti? Én is. Milyen virágot szeret? Te cigány. Zsuzsika elhúzta a fejét. Mit is akarok mondani? No, a bátyám. Mit csinál? Házasodik. Ki? A bátyám, amíg Oroszországból gyűjt, haza, tudja. Az arca egész tűz volt. Jaj, most vigyázni kell, ha már ő elvesztette legalább Andrisnak fogni meg a szerencsét. Igen, mondta a mérnök. Ütet, tudja? Mit? Hát vegye fel ütet. Hm. A vasúthó házasodik. Igen? Igen. Csinos mennyasszonya van? Zsuzsika megijedt. A mérnök már egészen közel hajolt, s megfogta a lány állát, mire ennek a teste kigyult, mint a villanykörte, ha áramot kap. Zsuzsika! No, most én akarok valamit mondani. Valami jót? Az úr nyomban átkapta a fejét, egyik tenyerével a kontyát, másikkal a kis puha állát torkát, hogy megcsókolja, de ő olyat rúgott, kapát taszított rajta, hogy az ilyetten eresztette el. No, 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 mondta, mi bajod te? Akarsz egy pár fülbe valót? Mennyik szólt Zsuzsika is felkötötte a kendőjét. Az úr utána szólt. Még apádéknak se kellene öregségükre nyomorogni. De Zsuzsika ezt már nem hallotta, futott, mint egy őrült, s meg sem állt hazáig. Otthon vendég várta. Andris volt ott, s vele egy kisütött, bajszú úriemberforma, forma, aki felállott, mikor ő belépett s bemutatkozott. Van szerencsém, Tóbi Jenő mondta. Furcsa volt, mintha egyik farkas torkából a másikba ugrott volna. Ez a férfi is rögtön úgy bámult rá, kidagadt szemmel, kinyílt szájjal, hol vörös volt, hol Mit Mi tetszik, kérem? Maga kisasszony első pillantásra a sírig. De Zsuzsikának nem tetszett ilyen nagyon. Cipész, mondta Andris, Andris kiáltott fel Zsuzsika, eredjél a mérnök úrhoz, felvesz a vasúthoz, lakást is ad a kisebbi kertesházba. Már meg is bánta, ahogy kimondta, de már vissza nem szívhatta, csak hátat fordított és letette kendőjét, összehajtotta, s betette a fiókba. Szabad egy kis pralinét? mondta a cipész. Ő habozott, de kivette egy szemet. Kisvártatva kivette a szájából, és beejtette a tűzhely előtt a rőzsébe. Jóskát persze nem lehetett látni, Kint dolgozott a maró titanyám. Pinteken testvére Zsófi is kiment vele háztűznézőbe. Tetszett is neki minden, Mert kinek nem tetszene a szép jóház, ház, Nagy is jó bogjaszénák, disznóul s állatok, Két pejló, igen jó lovak, Nagyon szép riska tehén, Két fiatal malac, mert a nagy hízót már leölték, Az is nagyon remek lehetett, Mert tiszta súly volt benne, 161 kiló. S jövőre már készen van beállítva a két süldő. No és a sok tyúk, szép nagy tarajos kakas, liba is hat darab. Csak a tojás annyi volt, hogy mikor véletlenül bepillantott a mellékszobába, ahova nem vezették be, Isten mert, csak ajtónyitáskor látta meg, egy nagy kosárt látott tele tojással, volt abba háromszáz is, ha nem ezer.